Szeretettel köszöntelek ebben a 15 perces álló, átmozgató és nyújtó jóga gyakorlatban. Kezdjünk hegytartással, a tenyerek a szív előtt pihennek, behúzzuk a medencénket magunk alá, feszes a combizom a tért, megfeszülnek a hasizmak és nyitott a mellkas. Lassan leeresztjük a karokat, majd csípőszélesség távolságba helyezkedünk el, belégzésre jönnek a karok a magasba, kilégzésre leeresztjük, még egyszer mozogjunk együtt a légzésünkkel, majd megfogjuk a bal csuklónkat és nyújtózunk a jobb oldalunk felé, megnyújtjuk a törzsünk a bal oldalát és felfelé tekintünk, ha megy. Kilégzésre visszaövünk középre, majd megfogjuk a jobb csuklónkat, és a jobb vállunk fölé tekintünk, megnyújtjuk a törzsünknek a jobb oldalát, kilégzésre leeresztjük a karokat, belégzés bal tenyér a fejünken, és toljuk el a nyakunkat a bal váll irányába, megnyújtva a jobb oldalát a nyakunknak. Kilégzés kéztartásra, és a jobb kezünkkel toljuk lefelé a fejünket a jobb váll irányába. Kilégzés, leeresztjük a karokat, megfordulunk a matracunk irányába, majd előső terpeszállásba állunk, mindkét lábunk feszes, a csípők előrefele néznek, a gerincünk nyújtott. Piramispózt fogunk gyakorolni a kéztartásnál. Megfoghatjuk az ellentétes könyökünket, vagy imatartásba helyezhetjük a hátunk mögött. Ha készen állunk, egyenes nyújtott háttal a homlok közelít a sípcsonthoz. A lábak feszesek, lefelé tekintünk, és érezzük a nyújtást a lábunkban, a gerincünkben, és a vállunkban. Kilégzésre óvatosan félig felemelkedünk, majd bontjuk a kéztartást, a bal tenyerünket pedig áthelyezzük a jobb lábfejünk felett, majd felfelé nyújtózunk a jobb karunkkal. Fordított háromszög tartás, Paravritta Trikonasana. A csípők előrefele néznek, és nyitott a mellkas. Kilégzésre óvatosan visszahelyezzük a jobb tenyerünket a csípőnkre, majd felnyújtózunk a bal karunkkal, és megfordulunk a másik irányba. Felnyújtózunk a karokkal, belégzésre, majd kilégzésre, az általunk választott kéztartással. Meggyakoroljuk a piramispózt a másik irányba is, nyújtott háttal, a csípőnkből hajolva, előre hajolunk, a felső test a combhoz közelít, a lábak aktívak, a jobb sarok egy vonalban van a bal sarokkal. A jobb lábfejünk kicsit kifelé néz, 45 fokos szögben. Egyenletes a légzésünk, és érezzük a nyújtást a combhajlító izmunkban, a gerincünkben és a vállunkban. Kilégzésre óvatosan bontjuk a pózt, és a jobb tenyeret emeljük a bal lábfejünkön. Felnyújtózunk a bal karunkkal a magasba, nyitjuk a mellkast, ha megy felfelé tekintünk a jobb kéz irányába, és egyenletesen lélegzünk. Fordított háromszög tartás. Kilégzésre lefelé tekintünk, bontjuk a kéztartást, majd lassan, óvatosan feltoljuk magunkat, és visszajövünk középre. Zárjuk a lábakat, és leeresztjük a karokat. Belégzésre a jobb lábunkkal oldalra lépünk terpeszállásba, majd a kezünket kinyújtjuk oldalsó tartásba. Kilégzésre a csípőre helyezzük a tenyereket, majd előre hajolunk ebben a terpeszállásban. Prasarita Padottasana D. A csípőből hajolunk előre, a lábak aktívak, a hátunk pedig egyenes.
ellazítjuk a nyakunkat, és ha megy, akkor megfogjuk a bokánkat, a lábfejek picit előre befelé néznek. A fejünkkel közelítünk a talaj felé, és egyenletes a légzésünk. Kilégzésre félig felegyenesedünk, majd a bal tenyerünket középre helyezzük a két lábunk közé, és felnyújtózunk a jobb karunkkal. A csípők egy vonalban vannak, nyitjuk a mellkasunkat, és a jobb tenyerünk irányába tekintünk felfelé. Aktívak a lábak, kilégzésre kéztartás csere, és a bal tenyerünket nyújtjuk az ég felé, a bal váll a jobb váll fölött helyezkedik el. A csípők, a bokák szintén egy vonalban vannak. Még egy mély belégzés, és kilégzésre bontjuk a tartást, lefelé nézünk, tenyerek a talajon. Ismét előre hajolunk, majd behajlítjuk a térdünket, a tenyerek a csípőn, és majd lassan visszajövünk középre. Kifordítjuk a lábfejeket oldalra, felnyújtózunk a karokkal, majd kilégzésre hajlítjuk a térdünket, a karok kaktusztartásban vannak, megérkezünk Goddess pózba, istennő pózba. Érezzük, ahogy dolgoznak a comb és a far izmai. Kilégzésen nyújtjuk a jobb karunkat a fej fölé, az alsó kar pedig leereszkedik. Végezzük ezt a dinamikus karmozgást együtt a légzésünkkel, és érezzük a nyújtást a törzsünkben, a combunkban. Dolgozik a farizom és a kar izmai. Még egy belégzés, kilégzésre visszajövünk középre, majd lassan bontjuk a pózt, leeresztjük a karokat, és visszajövünk középre, zárjuk a lábakat, leeresztjük a karokat. Belégzésre jönnek a karok a magasba, kilégzésre leeresztjük. Még egy mély belégzés, felfelé nyújtózunk, majd lassan leeresztjük a karokat, és visszajövünk középre. Helyezkedjünk el a matracon közepére, és átfordított nagy lábujjfogást fogunk gyakorolni. Belégzésre hajlítjuk a jobb térdet, a mellkashoz közelítünk, majd megfogjuk a jobb lábunknak a külső talpélét a bal kezünkkel, és kinyújtjuk közép magasságba. A jobb kezünkkel hátra nyújtózunk, a tekintetünkkel hátra nézhetünk a jobb kéz irányába, de nézhetünk előre is, ha még az úgy kényelmesebb. Lassan bontjuk a tartást, a térdet viszont behajlítva hagyjuk, és a jobb bokánkat a bal térdünkre helyezzük, és leülünk ebbe az álló galampózba. A tenyerek a mellkas előtt pihennek, és érezzük a nyújtást a jobb csípőnk külső oldalán, és ahogy dolgoznak a lábizmok. Kilégzésre felemelkednek a karok a magasba, kilégzésre láb a talajon, leereszkednek a karok. Belégzésre behajlítjuk a bal térdünket, közelítünk vele a mellkasunkhoz, majd megfogjuk a bal lábunk külső talpelét a jobb kezünkkel, kinyújtjuk középre, majd hátra nyújtózunk a bal karunkkal. A tekintetünk maradhat elől, vagy a bal kéz irányába. Kilégzéssel lassan bontjuk a pózt, a térdünket pedig behajlítva hagyjuk, és a bal bokánkat a jobb térdünk tetejére helyezzük, és ha készen állunk, lassan üljünk le alacsonyan ebbe a székülésbe, a tenyerek a mellkas előtt pihennek, egyenes a gerincünk, és érezzük a nyújtást a csípőnk külső oldalán, valamint ahogy dolgoznak a láb izmai. Kilégzésre visszajövünk, nyújtjuk a karokat,
Kilégzés talpa talajon, leeresztjük a karokat. Belégzés, ismét felnyújtózunk. Szemesztiti, kilégzés. Belégzésre hajlítjuk a jobb térdünket, és felemeljük a bal jobb sarkunkat, megfogjuk a jobb lábfejünket a jobb kezünkkel, felemeljük a bal karunkat, és táncos poszt fogunk gyakorolni. Arra ügyeljünk, hogy a mellkasunk és a csípő előrefele tekint, és nagyon óvatosan, kontrolláltan dőljünk előre. Én arra bíztatnálak, hogy ügyeljünk az egyensúlyunk megtartására, mintsem magasra emeljük a lábunkat, főleg ha először gyakoroljuk. Óvatosan találjuk meg a módját, hogy jöjjünk vissza középre, a térdet előre húzzuk, majd kilégzésre leeresztjük a lábat és a karokat. Behajtjuk a jobb térdünket, a sarkunkat közel hozzuk a fenekünkhöz, nyújtózik a jobb kar, és hogyha megfogtuk a bal lábfejünket, akkor óvatosan a mellkasunkkal hajoljunk előre, és olyan magasra emeljük a lábunkat, amennyire tudjuk. Megtartjuk, egyenletesen lélegzünk. Kilégzésre lassan visszajövünk középre, nyújtózik a kar, a térd, majd kilégzésre leeresztjük a lábunkat és a karunkat is. Majd a matracunk közepére jövünk csípőszélesség távolsággal, nyújtóznak a karok a magasba, majd lassan, óvatosan előre hajolunk, megfogjuk a bokánkat, majd kilégzésre lehelyezzük a tenyereket magunk elé, a tenyerek felfelé néznek, és csak ellazítjuk a felső testünket, a nyakunkat és a karunkat. Lassan, óvatosan felemelkedünk csigolyáról csigolyára, és megérkezünk középre. Belégzésre nyújtjuk a jobb karunkat a fej fölé, és megnyújtjuk a törzsünk, az oldalunk jobb oldalát felfelé tekintünk, ha megy. Kilégzésre visszaengedjük a karunkat, majd megnyújtózunk a bal karunkkal. Nyújtózzunk meg ebben a pózban, és érezzük a jótékony hatást. Belégzés felfelé nyújtóznak a karok, majd összekulcsoljuk az ujjakat a hátunk mögött. Megnyitjuk a mellkasunkat, hátra szegjük a fejünket, majd nagyon óvatosan előre hajolunk. Ha szükséges, behajlítjuk a térdeket, megnyújtjuk a vállunkat, a lábunkat, ellazítjuk a gerincünket és a nyakunkat. Ez a póz rendkívül jó fejfájás és alvatlanság ellen. Még egy mély belégzés, kilégzés, lassan visszajövünk középre, bontjuk a kéztartást. Belégzésre félig felemeljük a karokat magunk előtt, majd a bal tenyeret a jobb vára és a jobb tenyeret a bal vára helyezve megnyújtjuk a vállunkat. A könyökök egy vonalban vannak, egyenes a hát, és egyenletes a légzésünk. Kilégzésre bontjuk a kéztartást, majd a jobb tenyeret a bal vára, a bal tenyeret pedig a jobb vára helyezve nyújtjuk tovább a vállakat. Kilégzésre leeresztjük a karokat, visszajövünk középre, zárjuk a lábakat, belégzés, karok a magasban, kilégzésre leengedjük. Még egy mély belégzés, karok a fej fölött, majd összeérintjük a tenyerünket, és a szívközpont elé helyezve megköszönjük magunknak ezt a nagyszerű gyakorlatot. Köszönöm, hogy velem tartottál a mai nap folyamán. Találkozunk legközelebb is, és ne felejtsd el, hogy fontos vagy, nem vagy egyedül,
és része vagy az univerzumnak. Namaste.